Ilyen körülmények közé jöttek majd 4 évtizeden keresztül azok a táborozók, akik Várajára jöttek pihenni. Az elmúlt évek során a bonyhári önkormányzat megkezdte a park felújítását. Ebben az esztendőben 6 ház újult meg teljes egészében. 10 védőhelyes mű, hogy középen lesz majd egy asztal, hogy 4 székkel, azok is már megrendelések ültek, itt vannak, akik csak nem borszol be. Kell egy takarítás, bekerülnek az új matracok, még kap egy szekrényt minden szoba, és akkor jöhetnek a gyerekek. Mondta Filóni Ferenc Ibolya, a polgármester, aki személyes küldetésként éli meg a tábor felújításának ügyét. Nagyon régóta, nagyon sokan vártuk már azt, hogy az ifjúsági tábor teljes egészében megújulhasson. 2 évvel ezelőtt, 2018 nyarán az első tábornyitásra adtuk át ünnepélyes keretek között egy pályázati forrásból megújult ifjúsági tábort, ami akkor közel 331 millió forintból újult meg, egy toppos pályázat lehetőségét teremtve, de csak a közösségi tereket tudtuk abból a forrásból megújítani, és továbbra is nagyon régi adóssága maradt az önkormányzatnak fenn, hogy azokat a szálláshelyeket, ahol a gyerekek a szállásokat töltik a táborozás során, azok is megújulhassanak. 40 éve épült a tábor, úgyhogy éppen ideje volt erre is költeni az önkormányzatnak. Örömmel számolhatok be arról, hogy 6 háznak a felújítása történik most a napokban, már csak az utolsó simítások vannak hátra, és néhány héten belül nagyon bízom benne, hogy a gyerekek birtokba is vehetik. Ez a nyári táborozási szezon biztos, hogy egészen más lesz, mint az előzőek. Természetesen elsősorban itt a veszélyhelyzetre is gondolok, a járványhelyzet kialakulása miatt, de én abban is bízom, hogy attól is más lesz, hogyha jöhetnek a gyerekek táborozni, akkor a megújult környezetbe fogadhatjuk őket. Az épületekre az önkormányzat saját forrásból 30 millió forintot fordított, és most már a belső munkálatok zajlanak, éppen az ágyakat szerelik össze, a belső bútorozat is az épületek felújítása mellett megtörtént. A várajai tábor a Bonyhádi Sportcentrum üzemeltetésében működik. Minden második évben fordít forrásokat a fenntartó a tábor korszerűsítésére. Bakancsos házainkban 3-4 főt tudunk elszállásolni. Legtöbbször ide a természet szerelmesei érkeznek, túrázók, biciklisek, az egész országból voltak már vendégeink. Ezt a szolgáltatást továbbra is fenntartjuk, és bízunk abban, hogy a járványhelyzet ellenére továbbra is olyan nyarat tudunk produkálni üdültetés szempontjából, mint a tavalyi volt. A mostani felújítás is arra szolgál, hogy tovább tudjuk növelni a szolgáltatásaink minőségét, és ez egy furcsa helyzet, hiszen ez a 2020-as év, azért ez nehéz év ilyen szempontból, de az intézmény felkészült arra, hogy az előre lefoglalt turnusokat szeptemberig megcsináljuk. Hát ez gyakorlatilag 10 turnus lesz. Van augusztusban 2 hét, amivel nem igazán tudunk mit kezdeni, évek óta üresen maradnak. Ez valószínűleg azért is van, mert addigra a családok már letöltötték a szabadságaikat, kipihenték magukat, és már készülnek az iskolára, illetve a munkahelyeken, már dolgoznak. Ezt az augusztus 10-től 20-áig ezt nehéz feltölteni, de a többi az le van foglalva, és mi mai napon is bízunk abban, hogy végig tudjuk ezt csinálni. A 6 megújult házban a teljes belső bútorzat, a nyilázárok és a padozat is kicserélődött. A további tervekben szerepel a házak téliesítése is, annak érdekében, hogy hosszabb szezon tudjanak szervezni a parkerdőbe látogatók pihenni vágyók számára.